Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, jöjjönek is Warframe, beszélgessünk arról, hogy arról a nagyon, um, hogy is mondjam, fontos és lényegre törő témáról, de na jó, csak úgy, csak úgy poénból. Beszélgessünk arról, hogy, hogy, általánosan milyen állat, vagy milyen Sentinel, milyen Warframe mellé ajánlatos vinni. Tudjuk, hogy, hogy nagyjából igazából úgy mindegy hogy mi van. De hogyha egy nagyon is specializálódni akarunk, vagy úgy, úgy nem tudom, hogy kihozni a legtöbbet abból az állatból, vagy abból a szentinelből, amink van, beszélgessünk arról, hogy, hogy miket érdemes kimellé társítani esetleg. És hát, hogyha ezzel egy kicsit tudok segíteni abban, hogy, hogy úgy értelmet nyerjen az egész állatfarm, meg az egész Sentinel farm, amit ott tartasz, és ettől függetlenül az, az hozzá, lesznek olyan szentinek talán olyan állatok is, amiket így végképp nem tudom, hogy minek van a játékba, de egy-két állatot igen hasznosnak tartok, és úgy gondolom, hogy nagyon is helye van a játékban is tök jó, hogy adott warframe-ekkel ennyire jól tudnak kóperálni és ez szint úgy igaz egyes szentinelekre is. Úgyhogy vágjunk, is bele, ez a legegyszerűbb módja, hogy mindenkit meg tudjak mutatni. És kezdjük, kezdjük, kezdjük a kezdőknek való dologról. Nemrégiben jött be a Taxon. A taxon egy fantasztikus sentinel. Azt hiszem, hogy kezdőtől pró szintig, az, 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 én, én nagyon beleszerettem a taxonba, és amióta kijött szinte mindenhova, csak azt hordom magammal, mondhatni, azt nagyon olcsó legyártani, és kezdőknek már kötelező. Ugye régen a carrier volt kezdőknek kötelező, most már, hogy a mindegyik Sentinel gyakorlatilag ellátja a karriernek a feladatát, így aztán én azt mondom, hogy a taxon kezdő szinten mindenképpen ajánlatos, és meg kell csinálni nagyon-nagyon jó Sentinel gyakorlatilag, és a fegyvere is nagyon jó, mivel hogy mindig ad az ellenfélnek egy hideg sebzést, sebzés, lelassítja őket, magyarul, igen, tehát lelassítja őket, továbbá visszatölti a shieldedet, az a speciális képesség a taxon, visszasült a shield, és lelassítja az enemiket. Szóval egy kezdőnek ez a Sentinel minden mindenképpen megéri, és, és azt mondom, hogy le, le, kell gyártani. Nos, főleg, ja, nos. Következő dolog, és most így osszuk szét a dolgokat, hogy esetleg milyen warframe nyerhetnek adott dolgokból. Megyünk szépen sorba, menjünk, menjünk sorba, tehát itt van például az adarzakavat. kinek hasznos az adarza kavat? Én azt gondolom, hogy minden olyan Warframe nyer az adarza kavatból, aki kardozós, illetve mondjuk ilyen robbanó fegyverekkel jobban operál, tehát jobban, tehát tegyük fel, hogy egy kromával vagy egy hosszú survivorrel mész, mivel az, az Kravat krit esét növel, így gyakorlatilag uh, nagyobbakat fogsz kardozni. Tehát inkább egy harcos, uh, aktív, damage-es warframe-ekre, mint a Chroma Inaros, nem tudom, akár um, egy uh, titánia, valkűr. Tehát egy ilyen warframe mellé érdemes berakni az adarzakavatot. Egyrészt azért, mert amikor egy ilyen warframe ez nyúlsz, nem feltétlenül a formulás a célod, hanem az, hogy damage-et uh, csináljál és őjél. Tehát nem arra mész rá, hogy összegyűjtsd a nyersanyagokat, hanem arra mész rá, hogy minél többet ő, minél rövidebb idő alatt. És az adarzakavat, uh, ez mindenképpen um, hozzájárul. Tehát mit tudom, egy Inaros, egy Kroma, egy Valkür, egy Titánia, egy Es, egy Excalibur, uh, ezekhez mind uh, teljesen jól jöhet az adarza kavat, érdemes lecsinálni. A Carrier Prime az egy érdekes szentinel, most már régen mindenki mindenhova ezt vitte, vagyis a Carrier, illetve Carrier Prime, régen mindenki mindenkihez ezt vitte, de most már, hogy gyakorlatilag um, minden Sentinel ellátja a karrier feladatát, így a karriert én inkább nem Warframe-ekhez társítanám, hanem játékmódokhoz, illetve fegyverekhez. Minden olyan fegyverhez ajánlatos a karrier, karrier prime kombót vinni, aminek, ami zabálja az a, lőszert. Egy Soma Prime, egy Amprex, egy Sinoid Gamma -kor, vagy egy Sima Gamma -kor. bármi olyan fegyver, ami a lőszert zabálja, ahhoz kell a Carrier Prime. Uh, mit akarok mondani? Tehát például elmész egy defense Missionre esetleg, ahol nem nagyon ugrálhatsz ki, a gömb alól viszel egy Carrier Prime, vagy elmész csak egy Excavation, egy nagyon jó példája, uh, ahova a Carrier Prime-ot lehet vinni. Az Excavation egy olyan játékmód, hogy egyik pontról a másikra kell menni, és rövid defense kell csinálni. Na most ugye körbe-körbe az adott megvédendő fúró körül az excavation bárkit, amit bárkit meg kell, bármit te lelősz, körbe mész, és mondjuk egy szomával vagy, ami zabálja a lőszert, amire egyik pontról elszész a másikra, a környékről összegyűjti neked a lőszert, mert ez a kerrier speciális képessége lőszer gyűjt össze, Úgyhogy, hogyha ha mindig abban a fázisban találod magad, hogy nincs lőszered, akkor a kerrier az a um, Áldott Sentinel, azt kell hogy mondjam, bármelyik Warframe számára, ami, ö, ö, amit használsz, illetve inkább úgy mondanám, hogy bármi olyan fegyver számára, ami zabálja a lőszert. Ö, gyakorlatilag egy nagyon hasznos képesség ebből a szempontból. Következő Carrier Prime, oké, okay. a Cseszakúbról, most a Cseszakúbról, amikor kijött, az egy ö, érdekes dolog volt, ő volt az állatok karrierje, úgyhogy az én első cseszakubromot elneveztem Carrier Prime-nak. <laughs> Nos, uh, amit tud, ugye összegyűjti neked a nyersanyagokat. Ezt idővel így javítgatták ezt a Chessa Prime uh, Chessát, és uh, most már azt kell mondjam, hogy egy egész jó uh, állat tud lenni, és nagyon-nagyon tudom meleg szeretettel ajánlani defense mission olyan warframe mellé, mint a Frost, uh, mint egy Necros például, Um. azon vorsévekre ajánlatos, akikre azt mondom, hogy inkább egy helyben mozognak, mert a fókuszok a védelem. Ezért mondom például egy frost érdemes, mert amikor már nagyobb-nagyobb körökre jössz, akkor a frost úgy esedékenyé válik, és többet kell mozogni a bubia alatt továbbá, mivel hogy az ellenfelek egyre nőbb a seveznek, a bubia az egyre kevesebb élettel bír ebből a szempontból, és mindig ott kell lenni a megvédendő dolog körül. Ám viszont a kis Kutyus azért egész ügyesen, hogyha megformázott becsülettel, akkor egész ügyesen tud a magas szintű ellenfelek között is mozogni, ahhoz, hogy összegyűjtse neked a cuccokat. Sosem fog annyit összegyűjteni, mint egy Sentinel, lesz most mondom, egy kicsivel kevesebbet, mert mert van neki egy range, amiben mászkál, de ö, mindenképp érdemes. Ö, például egy Frost mellé, egy Necros mellé berakni, hogyha nem akarod körbe-körbe járni a pályát. Nem annyira jó, mint egy Sentinel, de úgy, úgy el lehet venni, hogyha már én ragaszkodsz hozzá, szereted, hogy megvan, akkor, akkor egy olyan olyan mellé ajánlatos, mint egy Frost vagy egy Necros például. Többet nagyon öm, nem is tudnék mondani. Ö, esetleg még, még funkcionálhat belőle egy S. Ö, azért, mert Ulti közben azért a kutya szabadon mozog, és az S Ulti közben tud magára vigyázni, és hogy mitől egy extra ilyen uh, harci erő legyen melletted, illetve uh, összegyűjtő karrier féleség uh, kutya címén, ezért berakhatod így a kutyát. Tehát, hogyha ilyen extra damage akarsz lenni, hogy essel, hogy a, hogy a csináljon valamit, akkor berakod a cseszokubrot, összegyűjti neked a cuccokat, közben még sebzi a Ez egy ilyen nagyon elcseszett dolog igazából. Tehát, de, de hogyha már is szőrszálat hasogatunk, akár S mellé is tökéletes lehetne. E, azt kell mondjam. A Death Cube bármi olyan, olyan, olyan mellé ajánlatos megint csak, amelyek nem arról szólnak, hogy összegyűjtsék neked a a cuccokat, hanem inkább arról szólnak, hogy a megfelelő védelmet nyújtsanak nek neked, de amúgy egy rettenet haszontalan Sentinel. Egyelőre, azt kell mondjam, a mostani Warframe állapotával ez a Sentinel az utolsó, amit elviszek bárhova is nálam. A Diriga egy fantasztikus Sentinel, minden demigyös, uh, szóló, kardozós Warframe-hez ajánlom. Megint csak egy Valkyr, uh, egy Inaros, egy Chroma, egy S, egy Excalibur, um, bármi olyan Warframe-en, amik inkább kardozásra van kifejlesztve, mivel a képessége az, hogy sokkolja a zenemit, aki közel kerül és így megállítja, tehát hátulról nem feltétlenül fognak uh, rád tá uh, támadni a főfegyvere, egy Sniper, nem tudom, hogy megfelelő kombója pont emellé a Sentinel mellé egy snipert adni, de rosszul nem jön neki. Azon kevesek Sentinel egyike, amit én nagyon leformáztam, kimodoltam a fegyverével együtt, mert a fegyvere nagyon erős. A Diriga minden kardozós damage-es warframe mellé tökéletesen megfelel. Nos, a következő, a Jean, a Jean az, egy olyan, az is olyan dolog, hogy damage-es warframe-ek mellé én, én veletek, nagyon nem tudtam komolyabb használt venni, de a szőrszállat akartok hasogatni. Egy ember chroma inaraz, bármi, ami ilyen damage warframe mehet mellé teljesen nyugodtan, de én nálam nem a favorit, tehát így igazából nem látom egyelőre értelmét. A Helios az a tipikus Sentinel, ami nagyon-nagyon erős tud lenni, főleg most, hogy jön a Helios Prime nem sokára, mindenképp érdemes megszerezni ajánlatos berakni, én nálam 100%-osan berakom egy Loki mellé, mert a Loki láthatatlanban van, és a Helios nyugodtan tud fényképezni, nem arra fókuszál, hogy lőjön mindenképp, hanem arra, hogy fényképezzen, és így nem is viszek vele fegyvert, hanem csak inkább fényképezésre használom. Szintúgy hozzá lehet rakni egy eshez is, azt kell, hogy mondjam. Tehát minden olyan karakterrel, amivel nem feltétlenül ölni kell, hanem inkább átmenni közöttük, hogy a Héliosznak megad az időt, hogy fényképezzen, és ezáltal a kódexedet szélesítse, ami nagyon-nagyon hasznos dolog, hogyha a kódexedet szélesíted, ugyebár mert akkor rengeteg információt kapsz az enemikről, merre vannak, mire érzékenyek, és a többi. Úgyhogy a Helios egy ilyen láthatatlan szintű karakterekhez tudom ajánlani. Nos, Hol járunk? A következő. Sze... Ah, a Helmet Charger öm, teljes mértékben azt mondom, hogy támadó warframe-ekhez, tehát igazából egy Defense-en nagyon jól teszi a dolgát, én azt tettem észre, és bármilyen olyan warframe-hez, ami damage-es Um, azt kell mondjam, hogy a Helmi Charger tökéletes. Gondolk itt például egy emberhez be lehet rakni, és lehet vele zúzni. A lényeg nagyon jól teszi a dolgát, és nagyon erős. Azt kell mondjam, idővel mindenképp kap egy szebb külsőt, amit láthattátok. Gondolom a devstreamben, és um, attól függetlenül én, én előszeretettel használtam, amikor kijött, sőt, fogom is a későbbiekben is, mert nagyon jó, damage-es állat, vagy a filmfested állat, vagy ilyen akármi. A Hurres Kubró az egy személyes kedvencem nekem. A leginkább olyan warframe használok, amik esnek szinte azonnal. A Hurres egyszerűen fantasztikus. Pontosan akkor tesz láthatatlan, amikor szükséged van rá. Tehát amint az első golyót val eltalálnak, a Hurres már is láthatatlanná tesz. Önmagát és téged is. És Emiatt nagyon hasznos. Én például egy bensivel használom, hogyha szortizni kell menni, és a bensivel leállok ultizni, a hurász kubró szinte gyakorlatilag a teljes kör. Um tartalmáig láthatatlannát ez így, aztán nyugodtan ultizok, és nincs olyan, hogy egy eltévedt golyó véletlenül eltalálja a belsimet. Ugyanezt szoktam csinálni Limbóval, capture Missionökön, például viszem magammal a Huraszkobrot, és amikor a konzolokat hackelném, ki kell jöjjek ugye a, a, a Limbónak a képességéből, és hogy meg tudjak hackelni a konzolt, és mit nem ad az Isten Hurasz láthatatlanná láthatatlannát, ezt nyugodtan tudok hekkelni, és nyugodtan ki tudom menteni azt az adott ünnep, hogyha arról van szó. Tehát mindig a hurasz kubró iszonyatosan hasznos, ha olyan Warframe-ekhez viszed, amik így helyhez vannak kötve bizonyos szempontból, és könnyen elesnek emiatt, és, és a Hurascubró teljes mértékben meg tud menteni. nagyon jó ö, Kubró, és ez, ez, ez egy mondani, hogy egy kincs az összes kubró között a hurasz ebből a szempontból, hogy láthatatlan tud tenni pontosan akkor, amikor szükség van rá. Magyarul, hogyha kapsz egy golyót, a kubró láthatatlan fog tenni, úgyhogy hurasz kubró ajánlom. Prizma Shade ezzel ellentétben kuka nálam, nálam kuka a Prisma uh, Igen, tudom, azzal az előnyel bír a Hulasz szemben, hogy összegyűjti neked a uh, különböző nyersanyagokat és a többi, de nagyon kevés időre tesz láthatatlanra, és csak egy 16, hogyha az ellenfél 16 méteren belül van, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy én nálam ez így elment a kukába, tehát nem használom a sédet, egyszerűen emiatt. Nagyon jó lenne, hogyha ugyanúgy működne, mint a kubró, ugyanaz, ugyanazon szempontok alapján tenne láthatatlan, -e, és egy kicsit hosszabb időre, akkor mindenképp a, a séd lenne az, a, amit vinnék a húraszku helyett mindenképp, de így, így a hurraszkubró mindenképp nyertes. A raksa kubró szintén egy olyan állat, amit um, inkább damage-es mellé ajánlatos, tehát olyas, hogyha mit tudom, én, észés szóló survivor-re egy kis extra damage-ed, vagy a kutya megvédje, vagy leszedje előled az enemiket, mert hogy igazából semmi nagyon extra képes elijeszteni az enemét, tehát egyet ordít és az enemi megijed, esetleg hasznos lehet, hogyha hátba akarnak támadni, azért mondom, hogy bármilyen ilyen kardozó szóló warframe tökéletesen megfelel. Sét beszéltünk, az mit a kavart... Um Na most ez egy olyan érdekes kavat. Az igazság az, hogy azt hiszem, hogy a legjobban csapat szinten működik, mivel hogy van neki egy olyan módja, ugye, amivel drop chance-et ad. Gyakorlatilag ezért érdemes úgy vinni, hogy csapatos túl, szintén azt mondom, hogy egy frost esetleg egy necros mellé, vagy esetleg egy ember mellé, miközben a frostnál és a necrosnál ott van bármilyen sentinel, amiben benne van ugye a a mód, amivel összegyűjti az összes nyersanyagot, és ezáltal boostoljátok a, azt a bizonyos nyersanyag drop chance, de mindenképp azt mondom, hogy nem érdemes mondjuk egy survivor missionre vinni, mert ott szétválhattok, hanem egy defense ahol minden, mindenképp azon a kis területen, amit megvédetek, kifejti a macska hatását, hogy drop chance növelő legyen, ezért javaslom mondjuk, hogy legyen egy, egy damage egy embernél egy macska például, és a másik kettőnél a frostnál legyen akár egy raksakubró, bocsánat, egy cseszakubró, vagy bármilyen Sentinel, illetve a Necros prime nel kötelezően egy Sentinel, és gyakorlatilag így maximálisan nyomhatjátok a drop chance et esetleg ugye egy Hydroid, egy Pilfering swarm és ezen még nagyobb boostot adni, úgyhogy bármilyen, ami um, egy defense játékra bármelyik karakterhez ebből a szempontból hozzá lehet társítani azt Smith-át, úgyhogy nem egy, nem rossz dolog. Sunika, a Kubró, hát azt kell, hogy mondjam, hogy húzzátok ki az igazság. Szóval ő is egy támadóbb, kutya és bármelyik kardozó szólósabb warframe ez teljesen megfelel, semmi extra uh, róla, de sajnos egyelőre nem lehet kiemelni. Taxonról beszéltünk, a Vyrim, to ugyanaz a Warframe, bocsánat, to ugyanaz a Sentinel, ami uh, damages karakterek mellé megy, amúgy meg tök haszontalan, tehát uh, amíg be nem hozták azt, hogy mindegyik, uh, mindegyik Sentinel úgy működik, mint egy carrier, az addig, az, addig így gyakorlatilag egy kicsit haszontalan volt a Byron, úgyhogy különösebben nem tudom javasolni bármilyen damage karakter mellé tökéletesen megfelel, ha hergeli akarjuk az elemit. Nos, Wyrin Prime, a Helios Prime, a Sasaku azt mondom, hogy ez egy nagyon hasznos kutya tud lenni, Főleg az olyan karakterek mellé, amelyek energiai esek, mert annak a képességen a kutyának az, hogy kiás minden lószart, többek között nem kevés energiát, azt kell, hogy mondjam. Szóval tegyük fel ivara, ami nagyon energiaéhes tud lenni egy adott szempontból, hogyha folyton láthatatlanságban mászkál, egy ivara mellé ez a kutya nagyon hasznos tud lenni, mert időről időre kiás neki egy kis energiát, amiért az ivara szép lassan oda tud menni. Equinox, a következő olyan karakter, ami a sasakubróval jól tud lenni, mivel hogy Equinoxnak folyamatosan szüksége van arra, hogy energia legyen körülötte, Sasa Kubra meg tudja oldani ezt a gondot, Ember, Ember Prime-nak meg tudja oldani ezt a gondot, a Vóban-nak, Vóban Prime-nak meg tudja oldani ezeket a gondokat. Természetesen lemond az cserébe azért, hogy összegyűjtesz minden nyerséget, de de tudod, így nagy többségében mindig sikerül lesz energiád már, persze, ha nincs zenurik iskolád az Isten szerelmére, tehát, és így a, a sasa kubró, így, így hasznosá tudja tenni magát, mondjuk egy madurá iskolával mész, de egy ember prime és, és, akkor visszad a sasa szerencsétlen kubrót, aki kiásreked némi energiát, és így mindig van energiát, szóval ezek mellé, a karakterek mellé tudom javasolni. Sasa drágát, hogyha erről van szó. Szóval, nos, következő, a többi már fegyver. Ennyi is lett volna, végig is mentünk az összes szentinelem. Remélem, hogy így egy kicsit értelmet nyert, hogy ki miért um, csinálja a különböző kubrókat, kavatokat, illetve szentineleket és néméket, hogyan lehet szét um, osztani um, egymás között, de mint mondtam, tehát én is például nekem talán, hogyha nagyon nem változtattam, egyes szentinelek mellé um, már mit tudom, be van rakva egy tipikus Sentinel, amit mindig hordok. Tehát például ugye a Nova mellé, a Carrier, mert tudom, hogy a Novával lövök inkább sem, mint hogy kardozok, akkor a Trinity, az, az dettő egy ugyanolyan dolog, de mellé még a fegyvert is ő behagyom, mert ővele is többet lövök, akkor ugye itt a Loki, a, hozzá a Helios van berendelve, mindig, ú, azt akarom megnézni, hogy Esetleg meg tudom nektek mutatni az inaroszt. Ha azóta nem változtattam rajta, igen, de nála látjátok, a diriga van, mert hogy egy kardozós warframe és az Excalibur-hoz beraknám a taxont, most már például szól. Nagyjából ennyi lett volna, srácok. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok föl. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!